Szép jó estét kívánunk akkor ismételten mindenkinek. Érkezünk vissza a harmadik mérkőzéssel, kommentátortársam Thanatosz lesz ezen a meccsen. Üdvözlök én is minden kedves nézőt, szevasztok, szia Darcik, jó, hogy megbeszéltek, hogy milyen pacsi lesz, így van. Nos, ahogy te is nincs mondod... Nincs itt Pierce. Már hiányzott nagyon régen. Ez a jó kis kezdés, köszönés. Na de, mit szólsz, Darcik, hogyha átmegyünk a tiltási és választási fázisba? Nagyon jó ötlet. Lépcsőn kell nekünk érkeznünk. Jól látható, hogy egy-egyes jelen pillanatban az állásunk, és hát, amit az előbb vártam volna egyébként, az egy szivír tiltás. Aha. De ha az előbb nem is érkezett, ezen a mérkőzésen időlő menni, bőven oda lehet szerintem csapni őt is. Twisted Fate és Azir, hát a mai nap folyamán már kétszer tiltólistán voltak, miért ne érkeznének harmadjára is. A kérdés csak az, hogy marad Nidali a tiltólistán, ugyanis eddig a Giantsnél erős volt, és nem is hagyták meg a Copenhagen Wolvesnak ezt a karaktert. Szivír már ott is van, ahogy mondtuk, Pinoy ezzel a karakter egész egyszerűen nem játszhat, majd pedig Graves-szel válaszol a sárga csapat. Egyértelmű, hogy az első mérkőzésen a Giants győzelméhez a dzsungeles teljesítmény volt az, ami a leginkább hozzájárult. Úgyhogy a Nidali tiltást én megérteném, mert nem tudta egyszerűen Q fölvenni vele a versenyt. Ott van. Így van. Ott is van. Köszönjük szépen. Na már most a Giants kezd egy Lulu választása. Aki most viszont nem került a tiltó listára egészen ideig, igen. Hát túlságosan sok tiltást kellett ugye felhasználni most már az olyan hősökre, amiket az első két mérkőzés tapasztalatából lehetett levonni. Mint például a Lissandra is ugye egy ilyen volt. Viszont a Poppy választás úgy néz ki, hogy egyszerűen a Copenhagen Poppy oldalán lesz. Koppen Poppy. Fikidnek kétszer egyébként már volt kisebb-nagyobb siker ezzel a karakterrel, miért is ne hoznál még egyszer. Úgy gondolom, hogy az előbb is elégszer kifejtettem azt, hogy Pinoyen van a hangsúly, Vikit, hogy ha el van, mint a befőtt a felső ösvényen, béké lehet őt hagyni. Akkor miért is ne hozná el ugyanazt a karaktert, akivel kétszer már sikerült teljesítenie. Q pedig most viszont megkapja Gragaszt, aki szintén tiltólistán volt. És egy nagyon jó hős, akárhogy is nézzük, főleg így, hogy Nidali nem elérhető. Láttuk Q-val az Elise teljesítményt, viszont Gragas egyértelmű kezdeményező király, ITV-vel is rendelkezik. Na meg, ha jön a Kindred, akkor azt a robbanékony hordót szintén föl lehet használni a Békeszigetéből való kilökésre. Vagy úgy unblock, azt is végig gondolhatjuk, hogy nem mindig elérhető az a robbanékony hordó, amikor aki jön a Békeszigete, de ha valakit eleve már kirobbantok, és eleve már el van szeparálva a csapattal, akkor a béke szigetének az elhelyezése is hát manipulálható ennek köszönhetően. Kalista! Azért is szokott nagyon jó választás lenni egyébként Gragas egy olyan csapat ellen, ahol már van egy Lulu, mert egy embert ki tudsz kapni, és ha azt elég gyorsan likvidáljátok, legyen az például egy lövész Kalista esetében, akkor igazából Lulunak a hatékonysága az jóval visszavehető, sőt, viszont egyelőre láttuk már azt is, hogy Kalista és Lulu a játék nagyon végső szakaszában, teszem azt, 40-50 percnél mennyire hasznos tud lenni. Igazából az utolérhetetlen Kite király nő az, akit majd Sunstar képviselni fog. Mellé pedig Braum érkezik majd támogató karakternek, aki föl tudja fogni a hatalmas fallal még akár a robbanékony hordót is. És Hustin piszok erős Braum játékos továbbra is, tehát hogy nem egyszer láthattuk az LCS-ben, hogy okos, ügyes, és meghozza azokat az áldozatokat, azokat a hívásokat, azokat a lépéseket, amivel ő lehet a Braum király. Minden esetre egy kis trollkodás a Copenhagen Wolves oldaláról. Smitty J. Ki fog támogatni? Smitty J-től elhozták azt a Trundle választást, megelégelték azt, hogy Wikiddel szemben egy trollt hoznak folyamatosan, ezért egyébként Ramus lesz majd az ő ellenfele, viszont itt még adódik a kérdés, hogy akkor ki megy föl? Majd esetleg Trundle-t küldik föl a Ramus ellen, aki majd ellopja a tankosságot, közben egyébként Wisdom megint csak kinődezni fog Gragas választás. Az már nyilvánvaló, és mégis megválasztja ugyanazt a őst, akivel az előző mérkőzésen is. Hát milyen teljesítmény nyújtott? Valamiért nyújtott. Én úgy tudnék demokratikusan, meg úgy diplomatikusan inkább fogalmazni. Demokratikusan nem nagyon tudok egyedül fogalmazni minden esetre. Diplomatikus megfogalmazásban ugye az egyik volt főnökömet idézném, aki mindig azt mondta, ha valami nem tetszett neki, hogy Tamás, van még hova fejlődni. Tehát, hogy ugyanezt tudnám mondani Wisdomnak is, nagyon fejlődőképes egy Kindred játékot mutatott nekünk, tehát van még hely a fejlődésnek, én úgy gondolom. Persze javíts ki, hogyha esetleg úgy érzed, hogy elérte a Kindred játék csúcsát Wisdom az előző mérkőzésen, nem nagyon tiltakozom, úgyhogy ezt megbeszéltük.
Középső ösvény. Vagány. Bátor és vagány, én úgy gondolom. Én szerettem a középső ösvényes morganákat, mert nagyon más játékstílust igényel, mint egy támogató morgana. Illetve és ő is eléggé gyorsan tudja előre tolni a saját ösvényét, pont úgy, mint Lulu egyébként a csillámpor aktiválásával. Tehát így igazából még akár egy bóklászó morganák is szemtanúi lehetünk, na már nem a kevés sebzéssel megáldott támogató morganáéva, hanem egy középső ösvényes varázssebzésre épített teleporttal megáldott morganáéval. Tehát kédreltől megvonják a Lissandrát, ez szép és jó, de lehetséges, hogy annyira bevadul ennek köszönhetően, hogy egy megállíthatatlan morgana játékossá válik, ezen a mérkőzésen kiderül. Mindenféleképpen ki fog derülni, és azért valljuk be őszintén, hát Lulu versus Morgana. Azt kell, hogy mondjam. Sok minden múlik a legetésen, és Lulu gyors. Nagyon, nagyon gyors tud lenni Lulu, az kétségtelen. Ennek köszönhetően ugye nehezebben talál a sötét lekötés, de mire lehet még jó egy sötét lekötés? Hát például, ha jön egy kindred, van egy bárányugrása, kétségtelenül mozgékony tud ő is lenni, de ha mégiscsak ki tudom fókuszolni őt, vagy esetleg csak magamra nyomom a sötét pajzsot, hát akkor kitalakít át Lulu. Hát igazából semmit az égvilágon, úgyhogy nagyon magabiztos ösvényfázisa lehet. Én úgy gondolom annak a Morganának Luluval szemben. Legalábbis ugye az ösvény maradási képessége az nagyon jó lesz Morganának, ahogy te is mondtad, farmolni is tud majd. Így Pepinek az elkanászodása kevésbé várható, mint mondjuk, amit az első meccsen láttunk Korkinál. Amire pedig ismételten csak választ kaptunk, az nem más, mint hát, hogy ki lesz a támogató és ki a felső ösvény. És Poppy az, aki érkezik majd Ramusszal szemben. Igazából lefutni nem fogja tudni azt a sündisznót a Yordle, de falhoz vágni. Igen, és mivel csak fizikai sebzése van, én azt mondanám, hogy nagyjából egy 10 percen belül nem tud majd mihez kezdeni azzal a Ramusszal. Hát, no, ez az, amiről kicsikét lemaradtam, majd mindjárt meglátjuk. Pedig nagyon fontos a fűrész. A fűrészhez mindig. Két darab romlási tala a felső ösvénye megfigyelhető, se kédre, se Pepi viszont nem ezzel kezdeti tárgyal érvényesíti majd az akaratát. Sunstar pedig... Nézd meg a bokrot, nem nézi meg. Én nem nézem meg. Ó, dehogy nem, egy őrszem, mert már is 10 aranya vezet a Copenhagen Wolves. Óriási bankrobbantás, kicsi a rakás jön Kútól, miközben megeszi még a harapós fagyot is, mindenki belekóstol egy picikét a Copenhagen Wolves csapatába, úgyhogy mélységi őrszem kihelyezés van. Mit csinál a Giants? Helyezünk ki mélységi őrszemeket, és pakoljunk a nagy figy fenét. Hozzuk el a vörös szederhát erősítését a Copenhagen Wolvesnak, ami tudod miért szép? Mert unortodox lépés, tehát nem ezt szoktuk meg, hanem hogy kihelyezik ők is a mélységi őrszemeket, és visszavonulnak. Apropó unortodox lépés, tessék. Igazából mind Pinoynak, mind Sir Nukesaloknak különleges a saját mesterség, a kulcs mestersége, mert azért egy Lucian-től szerintem nem szoktuk meg, hogy a hadúr vérszomját hozza el, márpedig Pinoynál ez van, így az ösvényen végtelen ideig tud maradni, plusz gyógyítás nélkül, amíg a Trundle-ből majd nem fog érkezni. Apropó Trundle, nálad? Nem, anélkül is. Hát anélkül is, igen. És így igazából Trundle pedig... Ajaj. Fájkozik egyelőre a vízdommal. A vízdomnak a sújtása még kéznél van, így van, az jó kis gyógyítás. Mindenképpen Smitty J és Nyugzolat még azért pofoszkodnak egy picikét. Megvan az a vörös szederhát. Nyugzolat azért lehet, hogy be fogja fejezni, így van a kis maradék szörnyeket. Így nem késik annyit a vörös szederhát újraéledése. Kédrel pedig, ha jól látom, egy csillámport már biztosan megevett, az alaptámadásai pedig Pepinek azért is jelentősebbek, mert a passzívjából kap erre bónusz sebzést, ugyanúgy, ahogy hát, a passzívjának köszönhetően a bónusz varázssebzésből, varázserőből is, miközben a farkasokra talán ide ér szörnyűbb szalad. Ó, igen! Ó, villanást megért! Ez egy igazi troll volt! Imádom! Trollzolat lesz lassan már a neve. Nagyon szép volt, és ez az a válasz úgy gondolom a Copenhagen Wolves oldaláról, amit Q egyedül nem tudott megcsinálni, sőt senki más. Q eltűrte eddig, hogy őt egy picikét cseszegessék, picikét a kis dzsungeljét bugázzák, ilyenek, mit csinál Nyugzolat? Hát akkor én megmutatom, hogy ti ne zakadjatok az én gragaszommal, úgyhogy szépen elhoz egy farkas, valamint így Q is tud érkezni a
gólemekre. Nagyon szép fordulás. Így összességében mind a két dzsungelesnek megvan a két erősítéses kezdése, bár ez egy kicsikét azért mégiscsak meg van forgatva, hiszen mind a ketten vagy egy kéket, vagy egy pirosat tudtok elhozni csak azt kétszer, és a 3.5. percnél már a Copenhagen Wolf csapata, hát mondhatjuk szerintem, hogy egy kicsike lépés előnyben van, legalábbis ami a torony életerejét illeti. Viszont Wikid marad egyedül még túlságosan sok torony életerővel, tehát mondhatjuk azt, hogy egyelőre tudják kihozni az ösvény cserés fázist a csapatok. Egy kis tapasztalati pont előnyre azért szert tud tenni majd Sonstar és Hustlin, mivel ők még elhozták azt a kicsike nagy grompot is. Viszont nincsen toronydöntés egyelőre a Giants oldaláról, ez tényleg lépés hátrány még. Pontosan, és már ki vannak helyezve a két külső torony közé a mélységi őrszemek is. Ezzel, hogyha látják, hogy érkezik Szörnyük Szolott vagy Pinoy, akkor el kell hátrálni a felső ösvényeseknek, tehát ez a torony nem is fog jó eséllyel még bedőlni. Így viszont a Copenhagen Wolvesnál, hát mégse egyenlő az ösvénycserés fázis, ez jól látszik. A Copenhagen Wolves az, aki vezetni tud. Kettes szintű csata várható? Hello, van most, mondja azt nyugzolat. Eddig megbosszultál engemet? Bántottad vízdomot? Még bántom azért egy picikét, mondja nyugzolat, még aki zónáztok. A jégoszlop az arcba jól mutat mindenkinek. Viszont amit meg ki akartam fejteni, hogy Sonstar és Hustlin nem hozta el végül amúgy a krúgokat. Nézd meg, ez a troll, hát ez egy állat. Ez komolyan, ez bolond, még a fárasztás is. Egyedül nyugzolat, 2-1 ellen, nincsen villanása, így Wisdom meg fog tudni menekülni. NEM! Isten! És kettős gyilkosság, ott van Pinoyod! Mekkora állat ez a páros! Ezek elmebetegek. Nem, ezek komolyan ügyek. Hát ez zseniális volt nekem. Ki az Isten mert Lucian-nel villanni azért, hogy egy fénycsóvát oda tudjon taszítani? Bár Wisdomtól is vakmerő volt, jön a teleport közben. Az, hogy megállt és nulla életerővel egy helyben próbált hazatérni a tornya idézőjeles biztonságában. A teleport előnyt kihasználva viszont a Copenhagen Wolves valószínűleg meg is tudja védeni ezt a felsősvény tornyot. Visszajátszás során látjuk, hogy Smithy J túl gondolt ezt a szituációt. Lehet, hogy kettes szintű az a troll, viszont ugyanúgy kettes a Ramos is, és nagyon kevés életereje van neki is, illetve Wisdomnak is, sőt neki kevés manája is. Szörnyük szólt pedig azért mehet tovább, mert kitértünk már arra, hogy a mesterségek mit is takarnak igazából. Azzal, hogy elkezdi Smithy J-t büntetni, már gyűjti is a jelzőket a halhatatlanok szorítására, itt érvényesül, és így Wisdomnak korán villania is kell. Nézd meg, mennyi életerő, mennyi, 5 maradt rajta, majd utána átszúrja a fény, Smithy J-t ugyanúgy éri a vég, kettős gyilkosság Pinoyon. És innentől kezdve igazából a Copenhagen Wolves már megérdemelni ezt a mérkőzést, én úgy gondolom. Wisdomot ki lehetett zónázni a saját dzsungeléből, szint hátrányt lehetett ráverni, arany hátrányt, mindent igazából. Az a Kindred most már fáj. Saját magának hozzá kell tenni, és ez miért rossz? Hát azért, mert egy lélekfalóra appelláló Kindredről van szó. Mi készül el itt később? Minden. Ennek köszönhetően minden. Meg is vásárolta egyébként a továbbfejlesztését az újra tölthető italnak. Tovább tud majd a dzsungelben maradni, és így jó esélye, amikor legközelebb hazatér, már lesz elegendő pénz, hogy a lélekfalót befejezze. De ami a lényeg az, hogy rengeteg időtől esett így el. Mind a két lövésznél megvan egyébként már az aratás. Mondjuk, hogy 20-20 jelzőt már le is tudtak ebből dolgozni. Viszont én azt mondanám a 7. perc felé közeledve, hogy ez nem egy farmolós mérkőzés. Ez egy akciódús mérkőzés lesz. Pontosan, egyelőre most egy jelzőt szeretne elhozni Wisdom, de nézd meg, itt van két dolog. Szeretni, Wisdom, így legalább le tudod ütni azt a mindent látó őrszemet, de még nem tudtad elhozni a sutyerákot. Nyugzalata, nem lepődnék meg, nem is fogok, hogy ő itt van, és ő megy tovább, és Wisdom, a Wisdom provokátor, tehát, hogy a troll, a trollok trollja egyelőre. Mit tud a Copenhagen Wolves? El kell hozni a Kindrednek a lehető legtöbb olyan szörnyet, ami rajta van a jelző. Mit csinálunk? Elhozunk egy szurdok hírnökét. Mit csinálunk? Provokáljuk Wisdomot. A Copenhagen Wolves folyamatosan makrojátékkal provokálja a Giants-et. Én most Szörnyük Szolottot tudnám hasonlítani Cassingnak az egyik, nem is tudom, kijelentéséhez, amit ugye a mindent lát őrszemekre tett. Csak ő egy ilyen nagyobb, egy ilyen szuper mindent lát őrszem, aki mindenhol ott van és időt áldoz rá a Giants csapata. És ennek köszönhetően az a két gyilkosság pillanatra jogosan került, úgy gondolom. Ezért egyébként a sebzés különbség ugyan megvan az alsó és mind, de további akció az nem várható egyelőre, hiszen villanása nincsen egyelőre Pinoynak, tehát ha meg is tudnák nyerni azt a bizonyos cserét, ami most fog majd talán érkezni, akkor is túlságosan büntethető volna az alsó ösvény, Wisdom már jön is egyébként. Igen, azért azt meg kell jegyezni, hogy Nyugzalaton már elkészült jó néhány perce
az a látókő. Szinte már mondhatnám azt is, hogy rekordot döntött azzal, hogy milyen gyorsan vásárolta meg azt a tárgyat. További rálátás, további biztonság, üssé rajta biztom, hogyha tudsz azon az alsó ösvényen, ahol van már lencse és látókő is. Köszi, nem. Akkor kire fókuszáljunk? Ramusra. Hát Smithy J-t előre tolni nem rossz, de valljuk be, de most tényleg ugyanúgy járunk, mint hogyha Wikidet tolják előre. Tehát Ramuson a sok arany ugyanúgy jól mutat, de sokkal jobban mutat a többi játékoson, akár még egy Lulun is, meg egy Karisztán aztán pláne, úgyhogy nem érdemes a felsősényet fókuszolni. Középen kétről ellen nem tudsz nagyon mit csinálni, harmónia kell viszlomnak a dzsungelben. Ezt pedig már számtalanszor láttuk, Gragász, illetve Kindred összecsapása, egy kicsit is megszabad az a Gragász. Jelen esetben Q, ha nem is tudott megszaladni, de viszont az le van maradva. Uh-huh. Igazából folyamatosan büntetni fogja Kindred dzsungelét, hogy a jelzők is lassabban gyűjjenek meg, lassabban tudja majd befejezni a lélekfalót, és ez történik jelen pillanatban is. Lehet, hogy Q-ra volt rálátása a mindent látó őrszem miatt a középső ösvény környékén a Giantsnek, de erre reagálni nem tudtak. A kérdés az inkább csak az, hogy Wisdom vajon megmerje kockáztatni, hogy az ellenfél pirosára érkezik majd. Így van, a fagyos királynő érítése Pepire jó volt. Q pedig farmolga tovább a dzsungelben. Miért? Hát mert a Kindred ne tudjon csinálni semmit, még azért azt a Smithy J-re érkező sebzést látjuk, viszont a felbőfisztítéssel sem jár jól. Viszont Pepi bajban lehet, el is kell használni a kis gyorsítását a Pixi által, és úgy érzem, hogy Kédről jól zónázza Lulut egyelőre, még ha nagyon nagy farmerőnyt, sőt, farmerőnyt nem is igazán tud kialakítani, de ha más nem, Pepi izzadhat. Felső ösvényen az első tárgya mind a két karakterünknek, az a naptűzköpeny lesz. Későn érkezett egyébként a fekete pajzs Kédrára, és így a sebzést is megette, meg a lassítás is ott volt rajta. De hát ugye Q-nak az őrszemeit lehet most kitakarítani, megtalálja ezt egyébként Huslin. Amiről pedig beszéltünk már a korábbiak folyamán, még mindig nagy vesztese a Giantsnek az ösvénycserés fázisnak. Még mindig van egy két tornyos lemaradásuk, sőt, igazából a folyamatos felsősvényes és dzsungeles előnynek köszönhetően a Copenhagen Wolves ki tudott alakítani már majdnem 4000 aranyat. 11 perce, ez azért óriási vagyunk be őszintén. És akkor tényleg nézzük meg, hogy milyen tárgyválasztások jöhetnek. Eleve Q-hon nagyon hamar be fogja tudni fejezni ezt a sárkányt a Giants részéről, pontosabban a Giants ellen, ahol még mindig ott van egy Wisdom, aki ugye még nem készítette el a lélek falót, de ha már lenne neki, vagy alapvetően 6 perc múváig nem tudja a legtöbb jelzőt adó célpontok egyikét legyőzni. Úgy érzem, hogy lélekfaló, ha elkészül ezen a mérkőzésen, akkor a Giants már föl is adhatja, mert most az MVP, az a Great Boss gyakorlatilag, hogy legyen őszinték. Egy lélekfaló. Az a lélekfaló ma éhen fog dögleni. Most tudta egyébként befejezni ezt, az nem a harcos. Látom, még azért elhelyezted, de nem, azt nem bálja. Láttam is, hogy milyen tárból épül, azért folyamatosan piros árnyalat ott van a lilába. Semmi gond, minden esetre. Huslin és Sunstar bajban lehet, jön Wisdom, de én nagy kérdést fölteszek, segítsége valakinek? Hát Sunstarnak sincsen túlságosan sok tárgya, egy-egyes szituáció, vagy igazából csapatharcban is szüksége van neki arra a letaszított király kardjára. Pinoy pedig hát a két gyilkosságnak köszönhetően pöröllyel is, meg kánkarddal is rendelkezik már. És fűrésze jön! Egyelőre legalábbis Wikid és Smithy J párharca nagyon intenzív, nagyon értelmetlen igazából, hiszen Wikid is és Smithy J is könnyedén tudja egymást kóstolgatni, de várjál, ott meg egy falhoz lök, mihez lökés? A bokor az nem, az sajnos nem jó, viszont, hát figyelj, Wikid és Smithy J azért a harmadik meccse már szerintem nagyon utálják egymást, tehát még az a jó, hogy ők ülnek amúgy legtávolabb egymástól szinte. Mondjuk ez sem igaz, mindenki ugyanán távol ül a másiktól, de el tudom képzelni, hogy egy picikét távolabb próbálták őket helyezni, mert Wikid és Smithy J folyamatosan piszkálják egymást az elmúlt három mérkőzés alatt. Q pedig beindult. Ennyi, megkapta a lendületet Nyugzalatnak a farkas lopásával, és onnantól kezdve Kindred hátrányban van, ráadásul Nyugzalatnak az a fárasztó, eléggé fárasztó kezdeményezése az alsó ösvényen, amivel Pinoya megszerezték a kettős gyilkosságot. Én nem tudom, hogy meddig fogják görgetni ezt a hógolyót, de el tudom képzelni, hogy ebből lesz a Copenhagen Wolves cserebogát. Még csak egy kis hógolyóról beszéltünk, de
Legalább megvan, és három emberrel érkezik a Coppa Egan Wolves. Smithy J lett bajban, van még villanás, nem lesz bajban. Tornyok tekintetében pedig egyet tudott szépíteni a Giants, de cserébe a hírnököt adták át a Coppa Egan Wolvesnak, ami viszont azt jelenti, hogy nagyon gyorsan kéne reagálniuk a felső ösmére jelen esetben, ahol a rálátásra a Coppa Egan Hawksnak iszonyatosan erős. Hulk! Coppa Egan Hawks! Minden esetre Wisdom találkozik nyugzalattal, jó, egyelőre legalábbis Wisdomnak a sebzése, látjuk, hogy Kindred le tudja tépni az arcodat, hogyha nem vigyázol. De mennyire tankos az a troll egyelőre? A látókövön kívül gyakorlatilag túlságosan sok életerőt nem ad semmit, még az az erekje pal sem. Maradjunk annyiban, hogy ez a sebzés, ami kijött Wisdomtól, ez nem annyira releváns, főleg akkor, hogyha mondjuk egy viködre ilyet adott volna ki, akkor azt mondom, hogy jó, akkor most már tényleg van benne. De hát egyelőre Wisdom továbbra is le van maradva, de tényleg beszéljünk már másról, mert szegény Kindred teljes alázásban lesz része. Oh, mekkora gól közben, Wisdom amúgy le van lassítva, hiszen talán a magyos királyi élítése. Pepi magára használja el a vadon szavát, viszont még él, mert ott van egy béke szigete. Skidrorre tökéletes volt a felbőszítés. Haslin közben egyelőre, mert nagyon szép volt. Ó, szegény nyugzalat karrierje, hiszen ő meghalt. Csapat küzdelemben a Copenhagen Wolves alul marad. Egy nagy kezdeményezés jött tőlük, majd utána egy óriási pofon érte Giants. Minden esetre a középső ösvényen jönnek tovább a Giants-esek. Ezt a tornyot el szeretnék hozni, ezzel egyenlítve a toronyállás, és sikerülni fog nekik, szinte sikerült nekik. Úgyhogy visszajátszás. Pontosan. Nem tudják befejezni egész egyszerűen, tehát hogy Wisdomnak ott van a béke szigete is így. Hát szomorú módon, de két hátra kell hagyni a felbeszítés is. Jókor érkezik Smithy J-től a kifárasztás, viszont későn szörnyűzletet pedig miután kábítják, biztos, hogy gyilkosság. Neki sem maradt már villanása vagy kifárasztása egyébként, tehát azon a ponton már az ő halála biztos volt. Sokkal jobban tudott volna kijönni a Coppa Egan Wolves, hogyha Wisdomot hátrafelé ellöki a robbanékony hordó, így nagyobb távolságot adva Pepi és közte. Így viszont, hát túlvállalták magukat egyszerűen. Egyértelműen gyakorlatilag ki tudta hozni a Giants magából, amire szüksége van. Jól működött a békeszigete, a túlvilági hívás, a Gletscher szakadék, a Brown passzív. Ennél tökéletesebb csapatküzdelmet nem várhatnak soha. Nagyon szép a kicsi a rakás Smithy J-től, azért még az erőlabda fölütik úgy jön, a teleport, meg a felbőszítés is. Később jött ki a sötét pajzs, így hatott a felbőszítés. Kunak a robbanékony hordója elérhető. Jön közbe a troll, mellette pedig még Pop is. A jég oszlop, meg a fagyos birodalom beállok elé. Smithy J, hova rohansz kicsi Rammus? Neki a fanak! Hajj már meg! Köszönöm szépen! Meghalt végre Smithy J. Ezzel a Coppa Egan Wolves négy emberes vissza rajta a ráütést alkalmazott a Giants-en, amiből vajon lesz-e torony? Sokan kérdezitek, hogy Nono mostanában miért nincs. Hát azért, mert egy-egy ilyen megvadulásánál Thanatos lerúgja a fejét, a sorozatlövés pedig most nem talál, Wisdom odaébb sétál. Így van, ugye tudjuk jól, hogy ez az átalakítás, ami 2 vagy 3 meccsel ezelőtt érkezett Lucherre, az, hogy a sorozatlövés kisebb hatósugárral rendelkezik, azért az érződik. Szóval milyen érzés, úgyhogy mellé telefonnak a társaid, de ettől még meghalsz. Mondom, meghalsz, így van, megjön Smithy J, meg Cajol is. Smithy J, fűrésze, jönnek a barátai, nyomjad neki, babám. Minden esetre megy tovább, még az a Rammus. Jaj, de sokan jönnek a Giants-től. Tökéletes egyelőre a jégoszlop, viszont a végső képességét Cajol nem tudja befejezni. A torony lőtte Smithy J, de még mindig ő a legtankosabb. Wisdom bajban van, még elmegy a béke szigete. Álljuk végig, mondja ezt például a nyugzol alatt is. Nagyon jó, meg lehet ölni még azelőtt Kindredet. Miért lehet megölni? Mert nem kell robbanékony hordó, elég egy teljesen wicked poppy. Most viszont még van robbanékony hordó. Pepi! Hát mi van veled, babám? Egy kis lassítás nem árt? Persze, hogy nem árthat meg az egészségednek. Smithy J kire ütközöl bele, spell immunitással rendelkező Kuba. Meg is halt így gyorsan Pepi, megy tovább a farkas osztag. Nem, mert van elég ideje így is Pinoynak, aki a csekettőt nézi a középső ösvényen, és még elhoz gyorsan egy tornyot is. Hiszen a csekettőn jól tudjuk, hogy ezt tanítják. 4,5 ezer aranyra bővül a különbség a két csapat között a Coppa Egan Wolves javára ismételten. Uh-huh. Az előbb ugye tudott valamennyit szépíteni a Giants csapata, jól látszik ez a 3-2-es toronyálláson is, de ez összességében nem elég. Életközben a hírnök majd utána rövidesen meg is fog halni, hiszen három emberrel a Coppa Egan Wolves ezt viszonylag gyorsan el tudja hozni.
Sőt, Giants nem is próbál meg erre reagálni. Legyünk őszinték, ez csak egy hírnök. Pontosan. Gyorsan beugrott az idézők szurdokába, hogy mielőtt visszamehessen az üresség. Így nem kell legalább megöngyilkolni a saját magát. Ugye a tárgyválasztásokra nem térünk ki. Majd csak a visszajátszás után Sunstar az, aki mögé érkezik egy teleport, azt valószínűleg nem vette észre, pedig mindent lehető őrszem helyezkedett el mögötte. Az ugrálása pedig csak félig sikeres, hiszen Vikit meg tudja ezt is akadályozni. A jelenlétének köszönhetően Smitty J bátor, van töke, ezt meg kell hagyni, hiszen Vikidet föl tudja bőszíteni, majd utána maradhat még fűrészelni a környéken, hiszen jönnek a barátai. Szörnyűszerre jó a sebzés, viszont a pajzs miatt őt nem lehet feldobni, csak Kendallt. Elkédrat. És közben Wisdom az, aki beragad, és ha robbanik, hogy Hordó nem is szedi onnan ki, majd kiszedi Vikit, és végül tudja megszerezni a gyilkosságot. Ilyen pedig az már két gyilkosság, mindjárt jön a harmadik. Ó, a robbanik, hogy Hordó, mit is én még ott lehet tartani, van viszont életereje. Pinoy, így van! Hú, tökéletesen tankolja a tornyot. Lucian, te figyelj, csináld a dolgot, én leveszem mellel ezeket a lövéseket. Van neki azért kettő is, jól látjuk azért a plussúly miatt minden esetre. Őrzői ítélet. Túlpörgette, így van. Alsó ösvényen viszont megint csak négy emberre a Copegamhoz mehet tovább, és figyelet, mit csinál Vikid, nem engedi őket haza? Ez nem a helikopter volt, félreértés, ne essék, ez a sorozatlövés, aminek a hang effektjét hallhattátok. Az ember előnyt valamelyest jól tudja kihasználni a Copegan Wolf, de tényleges célponttal hozatal nem történt, csak az életerejének csökkentése. De amire ezt végig mondom, már a sárkányra ki is mozdulnak, ez pedig plusz torony sebzés lesz. Lássad át pont az, amire most lett van szükség. Esetre azért, és őszintén, hát figyelj, tornyot, egy gyilkosságot, egy sárkányt a Copegan Wolf nagyon jól tudja kezelni. A Copenhagen Wolves azt az előnyt, amivel ő rendelkezik, ha ugye meg tudja azt szerezni. Hiába jött vissza a Giants Gaming egy csapat küzdelem során az egész küzdelembe, valljuk be őszintén, ott nagyot hibázott a Copenhagen Wolves is, hiszen túlvállalták saját magukat, de most már megtehetik talán, hogy egy picit bátrabbak, mert a tárgyakban is megmutatkozik már az a 4000-es aranyerőny. Smitty J pedig nem, de gondoltam, hogy hadlak szóhoz jutni, de Smitty J provokált egy picikét. Ja, igen. Egyébként mind a két középső ösvényesnél befejeződött már a jégkirálynő is, miközben Q itt van. Smitty J pedig ott van! Ó, de szép volt, hogy a robbanékony tarolás! Belelőtte nyugzolatba. Pino életereje azért fogy, valabban a ramuszba sebzés, nem is kevés. Ugye főleg azon képességének köszönhetően, amely az alaptámadásokat alapvetően hát visszaüti rád. Nem és még nem készült el egyébként pontosan a tűskevér, tehát ha az is meg lett volna, akkor Pinoyt egy 1v3 szituációban össze-vissza töri. Tény is való, hogy volt még gyógyítása is Pinoynak, tehát nem volt komoly problémája, hiszen globális végső képessége sincsen a Giantsnek, de azért szép már most a sebzése, a passzív visszasebzése annak a Ramusnak. Hát a 22. perc felé közeledünk, tehát még gyorsan vissza tud jönni és a csatába becsatlakozni Smitty J. Azt is hozzátéve, hogy van neki teleportja és bázisvédője is, ez hatványozottan igaz. Összességében, meg kell, hogy valljam őszintén, nagyon előzőre a mostani mérkőzésen, a Copenhagen Wolves játékával. Továbbra is vízda van, hogy egy jönnek a jelzők, legalább a sutyarákokat amúgy el tudja hozni, ez az ő részéről pozitívum, hiszen az két jelzőt ad. Minden esetre a hírnökökkel annyira sokat nem bukott, mert már az se 5 jelzőt ad rá. De jó lenne hamarosan egy sárkányt például a Giantsnek összeszednie. Illetve én úgy gondolom, hogy az ő csapatkompozíciójuk a legerősebb csapatküzdelmek során lehet. Pont talán a kedves kis Ferdi miatt. De hogy érzed, milyen esélyük lehet a Giants játékosainak a győzelembe? Azt tudod, mint megbeszéljük később. Pontosan, Pepire tökéletes robbanékony oldal, valószínűleg rámegy ki. A sorozatlövés! Smitty J ismételten időben jön fűrészelni, meg Wikid is, meg egy őrzői ítélet! Úristen, fogy az életerő béke szigete, elég egy darabig eddig, majd el is porladnak az emberek! Így van először Kindred, aztán Ramos, aztán pedig még Hustlin! És egyedül Cadrell az, aki sikerül szépíteni, természetesen Q is biztos leadott 5 kilót az izgalomtól, mert hogy maradt 3 életereje maximum, az Hoodziher, de a Giants megint elveszít 4 embert, egy tornyot, mindenféle dzsungeles szörnyet. Sunstar provokál, de már ez kevés ide.
A visszajátszás során pedig láthatjuk is a kezdeményezést. Pont arra akartam kitérni, hogy Poole mennyire odafigyel, hogy véletlenül sem hozza el a gyilkosságot. Volt lehetősége neki megölni egyébként Pepit, de inkább azt mondja, hogy Pinoy, tessék, tessék, üssed, biztosítson, jó, itt van, tessék. Smithy J-t pedig egyből ki is fárasztják, amint ott vagy Pinoy a nyakába, tehát nem tudnak egész egyszerűen mit csinálni. A Copenhagen Wolves lövészével a Giants játékosai mind a két lövész teljesen idő van hagyva. Szonsztár még simán kitáncolva is a két megkötés elől. Egy gyilkosságot pedig el tud hozni, de Poole egész egyszerűen még nem elegendő a sebzése. Sőt, még egy ideig nem is lesz, hiszen... Hiszen sejemövet kellett vásárolni, az pedig plusz sebzést ugye nem ad. Ezzel szemben Pinoynak már elkészült a hatástalan kendő. Én kezdem sajnálni szegény azt mondtam, hogy komolyan én már abszolút de fókuszálok rá. És... Az előbb 17 percnél be tudta fejezni, jól tudta lakatni Wisdom a saját kis lélekfalóját. Mondtuk, hogy ezen a meccsen éhen fog döglani ez a lélekfalú, de hogy ennyire, az talán egy kicsikét még mindig meglepetés lehet. Nagyon nem van maradva, és az is egy durvaság amúgy, ha belegondolunk, hogy Sztera kihívása a második tárgya, ami egyértelműen ilyenkor, én úgy gondolom, hogy még defenzív választás, mert egyszerűen az a 25% vagy ugye, ha minden jól jön, akkor 50% bónussebzés, az nem jelentős még. Abszolút. És a középső ösvényen megint csak három emberrel a Copenhagen Wolves jelen van. Erre csak Pepi reagál, de neki ugye a robbanékony hordó meg egy... Jön ki ismételten Pinoytól, a Tronyettől még dőlhet. Viki tökéletesen zónázta ki Smithy J-t és a Giants játékosait. Viszont a torony megint megvan. 6-3! A tornyok állása 12-3 a gyilkosságoké, tehát egyelőre minden tekintetben nagyon magabiztos előnye van a Copenhagen Wolvesnak. Azon az első vereségen nagyon felhúzták magukat, úgy tűnik. És hát 25. percnél már van Baronna sor, de hogy erre a Giants nem fog kifordulni, az... az hódziher, viszont őrszem ezt a területet. Jaj, egyenek meg, hú, ez egy nagyon... provokatív húzás volt az ő részéről. Ki akarjátok takarítani? Rendben, azért még gyorsan egy pesgős hordóval fölhúzom azt. Miért nem kezdetek el? Hát segíteni. De, igen, tényleg egy segítőkészség volt a te vicce. Alapvetően miért van rosszat feltételezek? Le is sújtom nektek. Igen, le is sújtom. Azt hiszem már volt rá példa amúgy. Lopott ő már baronasort az elmúlt B.O. 5-ös, tehát az egyik kettő összecsapásból, így van, az egyiken, pontosan az első mérkőzésen, és amúgy Q iszonyat tankos lesz, de jön a kezdeményezés. A bázis verseny, mindegy, base rész, rohan a Copenhagen Wolves, Giants pedig egy kicsikét késve tud csak érkezni, ez ha a toronyban még nem is kerül, azért hazaküldhető az a Ramos legalább egy ember, illetve még ott vannak a többiek is. Mennyi területre hatósázás jön ki? Jaj, megint Hasztin, gyönyörű ez a kombó a részedről, de a csapatod nem tudja kihasználni. Érkezik Smithy J, még rámegy. Nyugzolatnak is a végső képessége, így most nem annyira tankos Ramos. Ez meg is látszik rajta, alig marad életereje. Egyszerűen a Giantsnek vissza kell vonulnia. Itt vannak a minionok, meg egy inhibitor torony Rom. Ami most már csak a középsősén a Giants oldalán van, az inhibitor még szintén egyelőre talpon van, de meddig? Maradj talpon! Nem fogok! És ezzel el is dől az inhibitor, nem tud válaszolni a Giants, eddig lesz a kezdeményezés, érkezik Smithy J, majd utána az erőlabda is kimerül, és ezt a csapatot akarod lekövetni komolyan? A robbanékony hordó helyett a pesgős hordóval, meg a jégoszloppal, felejtsd el! El is menj inkább a Copenhagen Wolves egy harmadik sárkányra. Nagyon kedvük is az üldözéstől. 27 percnél viszont. Most már kimerem jelenteni, hogy van elég nagy előnye a Copenhagen Wolvesnak. Pláne így a harmadik sárkány erősítése, ami mindjárt meg lesz nekik arra, hogy egyrészt lefussák bármikor a Giants játékosokat egy váltó 400-on. Illetve, hogy a Baronna sor környékéről gyorsan el tudjanak tűnni, ha esetleg arra kerülne a sor. ITV-jük van bőven egyébként, ezt Poppy és Gragas is teljes mértékben tudja igazolni. Smithy J haza kerül, ez az első pontja az egésznek a csapatharcnak. Sonstar, illetve Pepi pedig egy kicsikét külön érkeznek bele, viszont szép a két emberes feldobás még egyelőre Pinoyra kifárasztással egyetemben. Nem elegendő viszont a csapatharc megnyeréséhez, viszont közben kédről a háttérben vízdomok majd hogy nem nullázza. A béke szigetének egy emberre kell kimennie, azt életben tartja, csak ez talán kevés egy csapatharchoz. Miután pedig elhozzák az első tornyot, akkor pedig egy magz játékos, hogy még fordulnak az inhibitorra is. És utána talán az, ami igazán fontos, hogy hogyan zajlik majd az üldözés, amiből igazából semmit nem tudnak elhozni a Giants játékosok. Még az elodázás sem annyira fontosságú, annyira fontos
hogy igazából megéri ez számukra. Bízdom az, aki még megint csak követi a trollt, majd utána a dagit, de egyiket sem éri utol, pont erről beszéltem. Nem. Oh, ez nagyon tetszett. Minden esetre Smithy J érkezésére reagált a Copenhagen Wolves. Ki az igazi farkas? A Kindredi, vagy pedig amelyik a vörös oldalon küzd? Hamarosan kiderül. Minden esetre jó a fagyos királynő érintése Hasnira és Wisdomra. Az összemet szintén ki lehet takarítani. Baronnasok mondom, ki lehet takarítani. Srácok? Oké, rendben, megvan. Látod, ezt is Pinoynak hagyják. Mindent megkap a srác. Egyszerűen hihetetlen. Ezért is van megint óramű pontossággal annyi farmja, ahány percnél járunk, szóval 10. És a baront megint csak a Copenhagen Wolves csapata tudja megkezdeni. Bár most egyelőre a Giants is a közelben tartózkodik. Viszont, ó, azt mondja, tökéletes hasonlók lefogás, úgyhogy érkezik. Kiment a túlvilági hívás is. Hölgyeim és uraim, jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy a Giants kétségbe esett próbálkozásokkal szeretné megakadályozni a baronnasort. De közben dől egy inhibitor. De közben alapvetően középen jönnek a Super Minionok. És különben is. Hamarosan lemegy a nap. Annyi mindenre kell figyelni a Giantsnek, hogy tökéletesen elszédülnek, így végül a farkasok azok, akik a baronnason erősítéssel táncolhatnak az idézők szurdokában, és megkezdhetik a végső offenzívát. Ez egy nagyon szép mondat volt. Köszönöm! Kérlek. 30. perc. Az előző meccsen pont Pierce volt az, aki kiemelte, hogy ez itt még azért viszonylag gyorsan újraélednek a játékosok. Igen ám, valamelyest igaz, viszont úgy, hogy két inhibitor be van döntve, az a gyors újraedés rögtön át fog alakulni, és az 1200-as Baron Powerplay-ből rögtön 20.000-es is kikerekedhet. Az alsó inhibitor még csak üresen áll, ez tény és való, de azért ott van már például Kédre, ennek köszönhetően a felső esfére mehet például Wikid, így a két teleportot jól is osztottuk, és az 5-ből 2 Baron erősítésnek is megvan a helye. 30 perc! A lélekfaló jól lakott. Abszolút, ez igazából ez is szerintem tökéletesen elmegy. Minden esetre a... Vagy lehet, hogy a Challenger Series megy el inkább, de ez hamarosan kiderül. Lehet, hogy a Giantsnek ott kell majd teljesítenie innentől kezdve. Viszont ezután a nagyon sok poroltót igénylő mondat után nézzük csak, mi történik tovább a mérkőzésen. A Copenhagen Wolves továbbra is tud dominálni és megy előre. Kó például az ösvénytakarítás legmagabiztosabb formája, hiába a pengecsőrös erősítés által biztosított rálátás, ő még elhasználja a lencsét is, mindent fel akar deríteni. Közben viszont az inhibitor lehet pusztítani. Ha még egyelőre betörni, nem is. Baromnasor miatt pedig nagyon nehezen pusztolta. A lefogás tökéletes. Kezdeményezve Pinoya már ott van például a sötét pajcs. Hasnira kimegy a túlvilági hívás. A bölcsesség elhasználja. Mit használ el? Semmit, két ember olvad el, azonnal Pinoy megy tovább, kettős gyilkosság, Gragas, te mocsok, valamint Kédről, és így végül csak egy kettős gyilkossággal állapodik meg Pinoy, de a Copenhagen most, négyszeres gyilkossággal, a Nexus pedig le fog dőlni, a farkasokkal nem szabad packázni. Közben valami minden csapatra van, de egyébként igen, gyönyörű szépen játszott a Copenhagen Wolves, azt kell, hogy mondjam. A játék korai szakaszában összesen egy hiba jut eszembe, ilyen nagyon komoly hiba, amit tőlük meg lehetett figyelni, az adott némi reményt a Giants csapatának. Na de ez is csak annyit jelent, hogy 4000 aranyról 3000-re vagy 2500-re tudták ledolgozni a hátrányukat, ez pedig a későbbiek folyamán már majd, hogy nem 10.000-re nőtt. Sőt. Abszolút, és folyamatosan látjuk a közvetítő kollégákat, majd pedig utána saját magunkat. A lényeg az, hogy az első mérkőzésen Pepi kapott egy előnyt, ki tudták használni, és amúgy is nagyon jók voltak, mert Wisdom is ezzel a Nidalival tudott dominálni. Uh-huh. De... Wisdominálni, szép. Wisdominálni, pontosan, véletlen volt. Tudod. Viszont, ami szerintem sokkal fontosabb, hogy a Giants Gamingnek a kriptonitja, az egyelőre úgy néz ki, hogy bőven a Copenhagen Wolves, hiszen ha kiveszik például Pepit a játékból, akkor annak azonnal vége van, valamint hogyha Wisdom ezzel a Kindred próbálkozással megy, szintén nem nagyon sikerül. Úgy néz ki, hogy a Giants próbál reagálni a Copenhagen Wolvesnak a tiltásaira, illetve választásaira, ezt mutatja az is, hogy
Hát van egy szivíres liszenedás taktikátok? Jó, akkor ezt most kitiltjuk. Cserébe bennmaradt egyébként még ugyanúgy a felső ösvényes Popi, aki most úgy gondolom, hogy elég sokat hozzá tudott tenni a mérkőzés végkimeneteléhez. És az, hogy még ráadásul Trundle-t is elhozták mellőle, az igazából meg a legsarkalatosabb pontja volt a Copenhagen Wolves-nak a taktikájának. Úgyhogy én várnék a következő meccsre egy Poppy tiltást is. Csak az a kérdés, ez hogyan illesztik be abba a három, összvisz három tiltásba, ami rendelkezésükre áll. Ne felejtsük el, hogy a negyedik mérkőzéstől kezdve a Copenhagen Wolves van végig a kék oldalon. Így ők lehet, hogy bent hagyják például Nidalit, és Kuhnál láthatjuk majd azt a hőst. Tehát a Giants most már tényleg tiltási nyomás alatt van. Míg azért a Copenhagen Wolves-ről ezt nem mondhatjuk el, én még azt az azért tiltást is, amit ugye Pepi ellen csinálnak, én még azt is néha bent merném hagyni, mert Pepi az írja szintén nem egy jó bele, nyilvánvalóan, de nem mondjuk egy Bjerzöndi szintre, vagy valami hasonló. Minden esetre meglátjuk majd. Hölgyeim és uraim, én rövidke szünet, a külföldi elemzői asztal következik, utána pedig jön az este negyedik összecsapása.